Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Hiller István, volt kultuszminiszter. Jó estét kívánok, jó estét. A választmányi elnöke. Új államalapítás szükségességéről beszéltek az ünnepen az ellenzéki politikusok. A kormánypártok és az ellenzék is, megszokhattuk már valahogy az ünnepeket, az állami ünnepeket, azok mondani valóját magukénak tekintik, vagy úgy fordítják le, hogy magukénak tűnjön. Sajnos nagyon átpolitizált minden ünnepünk. Most éppen Szent István üzenetét érzi mindenki magáénak. Ön szerint mi a legfontosabb üzenete ennek az ünnepnek? Hogy van Magyarország, és hogy az a Magyarország, amit létrehozott Szent István, az egy nyugatos, nyugatorientációjú Magyarország volt. Erre mondja... A történelem az nem szakácskönyv, az nem egy receptes gyűjtemény. Megnézzük, hogy mi volt 1000 évvel ezelőtt, aztán abból mi lett, és akkor bölcsen arról elmélkedünk, hogy mi lesz a jövő. Ez hülyeség. De vannak nemzedékeken és generációkon, sőt évszázadokon átívelő folyamatok, aminek van tapasztalata. Ezeket kell átlátni, ez egyébként a történész mestersége, és hogyha erről beszél, például egy olyan alkalmon, mint egy ünnep, az embernek az ünnep kell, akkor szerintem helyesen jár le. Mi ezt teszi? Az ellenzék erről beszélt, a Fidesz is erről beszélt, vagy a Fidesz politikusai, csak máshogyan, ahogy mondtam. Gulyás Gergely például azt mondja, hogy egy 1000 éves állam magabiztosságával kell viselkednünk, amikor az uniós vitákban tárgyalnak. Tehát ők is az uniót hozták fel például példaként, de hát ugye a baloldalra meg azt mondják, hogy teljes önfeladás feltétel nélküli hajbókolás az uniónak, és az sem jó. Kérem, én nekem nem azért van véleményem Magyarország európai uniós tagságáról, mert valaki a közelmúltban valamit nyilatkozott vagy írt. Én nem reagálni akarok. És azt gondolom, hogy az ellenzéknek is folyamatosan állító mondatokat, saját véleményt kell mondani. Nem azért van véleményünk, mert valaki a magyar nemzetben vagy akárhol írt valamit. Én nekem az a meggyőződésem, és az lett volna, hogyha nem írja, meg hogyha még 20-szor leírja, akkor is, hogy ennek az országnak és ennek a nemzetnek akkor jó, hogyha nyugati orientációjú. Akkor tudja és tudta a legtöbbet kihozni magából, akkor tudta a saját társadalom fejlődését, az egyéni és közösségi vagyongyarapodást törvényesen megcsinálni, hogyha ez egy nyugat orientáltságú ország volt. Ez. És kérem szépen, van, amit lehet mérni birodalmi tallérba, rajnai forintba, most éppen euróba. Tudnék, az, ami Európai Unió, egyfajta integráció, nyugati integráció, ilyen a korábbiakban is volt más-más elnevezéssel. Nekünk akkor is érdekünk volt oda tartozni, és van, amit meg nem lehet Európa mérni. Az odatartozás a mentalitásba, a gondolkodásba, a hétköznapi viselkedésbe. Tudja, kérem, amit most mi ketten teszünk, egymás szemébe nézünk, ön pedig a tollat forgatja a kezébe. Ez humanizmus. Ezt rotterdami Erasmus írta le. Ezért ehhez a kultúrkörhöz tartozni ennek az országnak az előnye. Nincsen más. Lehetne, csak nem éri meg. Ugye azt mondta, hogy nem akar reagálni, akkor is van véleménye az Unióról, és nem reagál, de azért reagálnak az ellenzék politikusai. Egész héten beszéltünk, kellett beszélnünk, mert több kormányzati politikus is bedobta, vagy kétségessé tette ezt a viszonyt, az uniós csatlakozást, ugye felvetődött itt a Huxit kormányzati politikusok részéről is. De az ellenzék egységes ebben, igen, nincs alternatíva, igen, az ellenzék ezt mondja. Úgyhogy menjünk is tulajdonképpen, nem akarok már erről beszélni önnel, hanem inkább arról, helyes, mert a vélemény egységes, és az, amit elmondtam. Így van. Azt mondja Tóth Bertalan ma, hogy új alkotmányra is szükség lesz, vagy van 22 után, sőt azt mondja, hogy az MSZP alkotmányozásra kér felhatalmazást, mert csak így teljesíthető be Szent István akarata. Ehhez viszont kétharmados felhatalmazás szükséges. Most hogy látja, megszerzi ezt az ellenzék 22-ben? Ugye minden párt, és főként most az ellenzéki egység értelemszerűen arra törekszik, hogy a legtöbb szavazótól kérjen bizalmat, a legtöbb bizonytalantól várja és kéri, hogy értse meg, következésképpen már miért ne lenne az ambíció, hogy a lehető legtöbb az ne érje el a kétharmadot. Persze, kérem szépen, azt ne várja, hogy elmondjam, hogy 2022 áprilisában mi lesz. Az, hogy én mit remélek, meg miért dolgozom, az igen. És hogy ebbe az a cél, hogy nem egyszerűen csak a
résztörvényeket megváltoztatni, hanem annak a gondolkodásnak felhatalmazást kérni és kapni, amely alapján új alkotmányt akarunk, ez ambíció, így van. Ugye ezzel kapcsolatban elindult egy vita a közéletben, hogy mi lesz, ha nem lesz kétharmada az ellenzéknek. Ugye Flex Zoltán Lelkiismeret javaslatára gondolok, ami ugye azt mondja, hogy kétharmad hiány is egy békés forradalomra van szükség, és ki kell mondani, hogy a jelenlegi alaptörvény érvénytelen, és mindazok a törvények, amiket kétharmados többséggel a Fidesz hozott 2010 óta, amikor oda vezettek, hogy felszámolták a jogállamot, azokat semmisnek kell tekinteni. Az ellenzék reagál erre különbözőképpen. Ön hol áll ebben a vitában? Igen, ebben vita van, ezért most, amit mondok, ez az én véleményem, tehát nem valamiféle közösségi vélemény. Én jogállami alapon állok. Nekem a kétharmad az azt jelenti, hogy kétharmad. Tehát én arra törekszem, hogy kétharmados fölhatalmazás birtokában lehessen megváltoztatni kétharmados törvényeket. Ez a véleményem. Világos, hogy a kétharmados törvény megváltoztatásához kétharmad kell. Világos vélemény. Felsőoktatásról beszéljünk még. Augusztus 1-e után kizárólag a fővárosban maradt állami egyetem, ugye 64 felsőoktatási intézmény közül mindössze 6. Így tulajdonképpen a szeptembert a tanulók majdnem több mint kétharmada alapítványi formában kezdi, vagy magán vagy egyházi intézményben. Hogy látja, lezárult ez a folyamat, ez a 6 felsőoktatási intézmény megmarad állami kézben? Mert Palkovics László vagy Stumpf István azt mondta, hogy a többiek nem kérték, akik kérték, ott változtattak. Nem így volt? Dehogy is. Tehát először is a kérdés első részére azt gondolom, hogy ezen politikai cikluson belül új intézmény, már abból a hatból még egy nem várható, hogy alapítványi fenntartású lesz. Én az alapítványi fenntartásba vételt semmilyen módon nem a felsőoktatás színvonalával kötöm össze. Nem látom, elmondtam is továbbra is az a véleményem, hogy azáltal, hogy egy állami fenntartású intézmény alapítványi fenntartású lesz, az ég adta egy világon semmilyen garancia nincs arra, hogy jobb színvonalú. Azt mondják, és azt mondták, hogy azért, mert Közép-Európában lemaradtunk. A Bécsi Egyetem állami fenntartású intézmény jobb, mint a magyar felsőoktatási. Prága, Varsó, Krakkó, Heidelberg, vagy éppen Padova. Ellenpéldát is lehet mondani, nem ugye lehet. Orbán Balázs mond is, nem mert lehet. Ő azt mondja, hát, hogy élvonalba tartozó egyetemek, a Harvard, aztán mikor volt a Harvard állami egyetem? Mikor? Ne mondjanak. Tehát ha szakmai alapon vitatkozunk, akkor kérem, hogy készüljenek föl szakmai alapon, mert nem feltételezem ebbe az esetben, hogy hazudnának. Nem ismerik a helyzetet. Tehát nincs igaz ebben Orbán Balázs. Van olyan egyetem, amelyik állami egyetemből alapítványi lett, Finn, úgy hívják, hogy Anvar Aalto Egyetem, azt kérem, nincsen benne az első százba. Amire ők hivatkoznak, a Yale-től a Harvardon keresztül több más egyetemekig, ezek nem állami egyetemből lettek alapítványiak, hanem a sorsuk úgy hozta, hogy mindig alapítványiak voltak. Tehát az összehasonlítás szakmailag inkorrekt. Nem így van. Sokszor beszéltünk egyébként már erről, de hogyha a kezdetekhez visszalépünk, a kormány egyik érve az volt, hogy így nem azért jó, ha nem lesz állami az egyetem, mert növeli az egyetemek versenyképességét, vagyont kapnak, pénzt kapnak, ez volt az egyik, illetve hogy ezzel pont távolabb kerül a politikától. Jaj, persze. Aztán közben a kuratóriumban a hivatalban levő kormány tagjait delegálják. Hát akkor ez 22 után, ha kormányváltás lesz, akkor tényleg távol lesz a politikától. Azt majd meglátjuk akkor. Tehát, hogy 22 után, ha nyerünk, mi lesz. Ez nem, az biztos. A vitában annak idején elmondták, hogy de például ott van az egyik berlini egyetem, Freie Universität zu Berlin, amelynek a kuratóriumában ott ül Berlin főpolgármestere. De nem a mostani főpolgármester, a mindenkori berlini főpolgármester. Ők meg nem a magyar igazságügyminisztert, külügyminisztert, gazdasági minisztert ültették be, hanem a most hivatalban levő fideszes politikus. Ez vitte távolabb, vagy közelebb, vagy távolabb a politikától. Hát ez maga a pártpolitika bevitele az egyetemre. Semmilyen módon nincsen igazuk. 22 után hogy nyúlnának hozzá a felsőoktatási intézmények? Ez maradjunk annyiban, hogy aki csinált már állami központi költségvetést, és azon belül oktatási, felsőoktatási költségvetést, az ismeri az eszközöket. Ennél azért bővebben is kifejtetni. Arra gondoltam, hogy ezeket az alapítványegyetemeket kétharmados törvénnyel most az alapítványokat, igen, a kuratóriumi tagokat védi a Fidesz, és akkor visszatérünk. Tudnék ebben az a szépség, hogy az állami tulajdonból kivették,
alapítványi formába tették, kuratóriumok tulajdonává tették, csak éppen az állam finanszírozza. Ennél nagyobb biznisz a világon nincs. Én eladom önnek az autómat, majd utána, miután ez az autó már az öné, még én tankolom bele a benzint. Igen, erről is beszéltünk már, hogy mi a különbség, mert a pénz ugyanonnan jön, de akkor most ezzel azt akarja mondani, hogy ha 22-ben kormányváltás lesz, akkor nem finanszírozzák ezt a rendszert így ebben a formában? Azt akarom mondani, hogy kérjük a felhatalmazást ahhoz, hogy Magyarországon színvonalas és nem egy politikai csoport által uralt és tulajdonolt felsőoktatás lehessen. Még egy dolog a felsőoktatással kapcsolatban. Stumpf István beszélt talán még februárban arról, hogy az egyetemi oktatók bérezését teljesítmény alapúra változtatnák. Mm. És itt hivatkozott arra, hogy az Egyesült Államokra hivatkozott, hogy nem jó, hogy mindenki ugyanúgy keres, versenyhelyzet szükséges. Mm. Ezzel mennyire ért egyet? Hát így elviekben nagyon szép a Stumpf István féle mondat, de majd az a kuratórium, amelybe egyébként éppen most delegáltak Fidesz államtitkárokat, minisztereket és Fidesz közeli embereket, majd azt fogja megmondani, hogy ki lesz a jobb teljesítmény, vagy nem. Ők a tulajdonosok, szerkesztőasszony. Tehát nem lehet a garanciát, hogy ki az, aki megmondja végtelen. Semmilyen garancia, ez nem garancia. A vidéki tudományegyetemeink mindegyikét elvették a magyar államtól. Beszélünk itt ma magyar államiságról. Ünnepi szónoklatok hangoznak el a Szent István féle erős magyar államról. Aztán a szegedi, a pécsi, a debreceni tudományegyetemet elvették a magyar államtól, és egy öt tagú kuratórium kezébe adták, ami egyébként a önnön megváltoztatásáról önnön maga dönt. Hát aztán hogyan van ez itt augusztus 20-án? Ha még egy dolog, és mert ez nem az augusztus 20-ához, és nem is a felsőoktatáshoz kapcsolódik előválasztás. Tegnap délután érkezett egy hír, hogy Pécset visszalép Mellár Tamás, a Párbeszéd jelöltje. Ő számított a legesélyesebb jelöltnek a mérések szerint. Aztán érkezett egy másik hír, hogy mégsem visszavonná, és aztán arról is érkeznek hírek, hogy az MSZP-vel nem tudott megegyezni. Mi a helyzet Pécset? Maradjunk annyiba, hogy én őszintén remélem, hogy Mellár Tamás országgyűlési képviselőt, egyébként tudós ember, a esélyes jelöltként fog indulni az előválasztáson. Azt gondolom, az elkövetkező napok ezt fogják bizonyítani. Az MSZP támogatásával? Az MSZP-nek van jelöltje? Van, Mellár Tamás. Mellár Tamás az MSZP jelöltje, nem Bodnár Imre? Azt tetszett kérdezni, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetségnek a Mellár Tamás a jelöltje. Azt mondom, igen, az MSZP Párbeszéd Szövetségnek Mellár Tamás a jelöltje. Tehát ez lesz a vége a dolognak. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást.